A vajdasági televíziónak Milan Grujtja, a szabadkai tejüzem vezérigazgatója elmondta. Várják az illetékes szervek további utasításait. Amennyiben az állategészségügyi felügyelőség a tej megsemmisítését látja elő, mind a 200 ezer liter tejet megsemmisítik. A vezérigazgató elmondta, szigorúan ellenőrzik a tejet, amely a gyárba kerül a termelőktől. Így csak azt a tejet dolgozzák fel, amely megfelel az előírásoknak.